Bár most következő vendégem még csak 16 éves, ennek ellenére 12 országos bajnoki cím és számtalan nemzetközi érembüszke tulajdonosa. Gercsák Szabina cságáncsozott edzője, Flórusz János kísérte el hozzánk a mai reggel folyamán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát gratulálok, azért ez egy nagyon komoly pálya eddig, amit befutottál. Köszönöm. Mikor kezdted, hány évesen? 4 évesen, kezdtem 2001-ben. 4 évesen? Igen. 4 évesen, nekem van egy, most már lassacskán majdnem 6 éves fiam, vagy 5,5 éves, de ez szülői határozás volt, te szeretted volna, volt ez irányú, nem is tudom, ismeret oda-haza, hogy indult ez hát a dolog? Úgy volt, hogy apukám talált egy ilyen hirdetést, és elvitte a bátyámat, és mondtam, hogy én is szeretnék menni, de mondta az edző, hogy a lányoknak nem nagyon kéne most elkezdenie itt judózni. Aztán volt egy velem egy idős fiú, és mondták, hogy álljak be hozzá párnak, és akkor így maradtam ott. Ez gyakorlatilag ezzel indult. Igen. Még volt a szerencséd, ugye? Ilyen szabad, hogy volt, aki párban állt. Mennyire gyakori valóban, hogy egy kis hölgy 4 évesen ebbe a sportágba beleszeresse? Mert gondolom, hogy ha nem érdekelte volna, vagy ha nem köti le a figyelmét ez a műfaj, akkor nem marad. Hát végül is nem csak egyedi eset, Szabina, mert abban az időben elég sokan elkezdték ilyen fiatal korba, és elég hosszú ideig megmaradtak, de a mostani példákat nézve óvodáskorban nagyon sok lány ismerkedik a judó alapjaival, illetve hát azt mondanám, hogy már 3 éves nem versenyzőnk, hanem judokánk is van. Komolyan? Tehát komolyan. Ebben a korban elindul, egészen elképesztő. Ez azt jelenti, nyugodtan mondhatjuk, ugye, hogy ez, ha szabad így fogalmazni, uniszex mozgásforma, amit a judó követel. Így van. Így van, tehát ez bárkinek alkalmas. Még független attól is, hogy azért, ha nézek egy ilyen komolyabb volumenű mérkőzést, akkor azért itt elég rendesen dobálják egymást a versenyzők. Hát, kemény ütközések vannak, tehát a lányoknál ugyanolyan a judo, mint a fiúknál, nincs semmi különbség közte, itt is súlycsoportok vannak, ott is szabályok ugyanazok, és sok esetben sokkal keményebb küzdelmek vannak, mint a fiúknál. Szabina, és ezek, amikor ez a dolog mondjuk nem 4 éves korodban, és nyilván nem csak játékról szólt már, hanem elindultak ezek a kemény küzdelmek, amikor oda csapkodtátok egymást néhányszor, akkor nem volt benned olyan pillanat, hogy hű, hát én nem ilyen lovat akartam? Nem volt. Én elsőre beleszerettem a judóba, aztán maradt ez így. Még most és így. Mi fogott meg benne olyan nagyon? Hát a tisztelet, hogy a judó ruha, először ugye fehér övel kezd mindenki, én sárgövet kaptam, nem jutott nekem fehérem. Jaj, ez is nagyon tetszett. De jó, de már rögtön akkor följebb léptél egy szinten gyakorlatilag. Hát le kellett vizsgázni fehér övre, de természetesen. De sárga övvel viseltem a fehér öves vizsgádat, fantasztikus. Igen, ugye az egészen biztos, hogy nyilván magának, ennek a műfajnak van egy olyan légköre, valóban az a fajta tisztelet, ami valljuk meg azért manapság, ugye társadalomban már, még iskolai viszonylatban sem igazán jellemző. Ezt a szellemiséget, ezt a mai kor gyerekeinek is viszonylag könnyű átadni, akik esetleg egy más közegben nőnek fel? Hogy tapasztalja? Hát az nem teljesen egyszerű feladat, mert mégis azért vagyunk ott az óvodákban már, hogy próbáljuk a gyerekeket rászoktatni a judó szellemiségére, és nem csak arra, hogy majd te versenyző leszel, aztán elutazol országos bajnokságra, EB-re vagy olimpiára, hanem itt azért nagyon sokat kell rajtuk nevelni. Uh-huh. Amit otthonról hoznak, azt át kell alakítani, hogy alkalmas legyen a judóra is. Ami egy nyilvánvalóan egy sokkal fegyelmezettebb létet követel, mint ami egyébként általában mondjuk egy ilyen energiabomba gyereket jellemezne, nem? Igen, tehát a fegyelmezettség ugye abból is adódik, hogy meg kell tanulniuk nem csak a győzelmet elviselni, hanem a vereséget is, és hát ugye minden küzdelem után meg kell hajolni az ellenféllel szembe, és ez ha győz, ha veszít, ez mind a két esetben így van. És ez mennyire őszinte sokszor, Szabina? Mit tapasztalsz, amikor az ember mondjuk egy igazságtalan vereség után kell, hogy meghajoljon a versenyzőtársával, meg nyilván a szőnyeggel, a bíróval szemben, akkor ez mennyire esik jól? Nem esik jól, de el kell viselni a vereséget. És ez építi az ember lelkét, lehet azt mondani, hogy ez edzi egy kicsikét? Hát edzi. Edzi, igen. Mindenképpen. Na, akkor beszéljünk egy picit Szabina erényeiről. Ugye az egész hamar kiderült, hogy imádja, amit csinál. Nyilván ilyen irányú elkötelezettség nélkül nagyon nehéz kemény munkát végeztetni egy ifjú hölgyel. Miből áll az ő mai napi terhelése? Ha így végignézem ezt az eredményrajzsomot, egészen elképesztő nem csak a 12 magyar bajnoki cím, hanem a nemzetközi sikerek, már ebben vannak ugye Európa kupa, érmek, győzelem, még az idei esztendőben előtted áll, sőt, Európa bajnoki érem is, egy 23-as Európa bajnokság, tehát jönnek rá a feladatok. Ezt végül is vissza lehet menni több évre, még serdülőkorra, ugyanis akkor döntöttünk úgy, hogy vállalja Szabina majd azt a megmérettetést, ami válogatottsággal jár, és innentől kezdve, amíg a többiek üdülgettek, nyaralgattak, addig mi bementünk az edzőterembe, és naponta megcsináltuk a másfél-két órás edzésünket, aminek a következménye az lett, ugye, hogy tavaly
az első ifjúsági válogatón Európa kupán már érmes volt, és onnantól kezdve mindegyiken nyert is nagy versenyeket. Az EB-n nem jött ki igazából a lépés, de szóval már akkor látszott, hogy az a munka, az jó, amit elkezdtünk abba a serdülőkorba, és arra tudunk építeni, még a mai napig is egyébként. Tehát most is nagyon kevés a pihenő, és kevés is lesz, mert jövőre újabb feladatok jönnek majd, amihez nem tudunk kihagyni egy-két hetet. Tehát akkor, ha jól értem, ez egy 52 héten át zajló folyamatos munka, Szabina? Igen. És ebben úgy tűnik, hogy te az ehhez tartozó mondjuk úgy fizikai elkötelezettséget, azt, hogy ezek szerint a szabadidődet föl kell adnod, azt, hogy azért emellett kell az iskolában teljesíteni, ezeket te mind vállaltad? Elvállaltam, igen. Ezt vállaltad. Ez mondjuk azokkal a csoporttársaiddal szemben, akik mellett neked ugye föl kellett áldoznod a szabadidődet, ez nagy vállalás? Tehát érzed sokszor esetleg a veszteséget, hogy most neked nincs pihenő, nincs buli, nincs ez, nincs az, nincs abac? Nem érzem a veszteséget, néha jól jön egy kis pihenő, de hát ez... Az már mellékes. Uh-huh. Világos. Na, és akkor egy picit a te oldaladról kérdezném azt, hogy azért ez azon túlmenően, hogy technikai sportág, azon túlmenően, hogy nyilván kell erő, mindenféle fajta képzettség, elkötelezettség, küzdőszellem. Miben érzed a saját erényeidet leginkább? Tehát mi a tapasztalatod, hogy mondjuk egy kiélezett helyzetben van-e valami tartalék, amit elő tudsz szedni a zsákból? Az, hogy magas vagyok és balra dolgozom. Jó, értem. Igen, csak ennyi? Nem, hát erős is vagyok. Aha. Elméletileg. Uh-huh. Ezek igazak? Ezt megerősíthetjük? Szóval minden van kapcsolatban? Ezek is igazak, de van egy jó helyzetfelismerés, aminek köszönhető az egész végül is, mert az, hogyha most valaki balra dolgozik, meg magas, attól még nem lesz magyar bajnok. Világos. Itt azért nagyon sokféle összetevő van, és kialakult nála, Szabinánál egy olyan, hogy nagyon-nagyon kevesen tudnak, tehát ha egy évet nézek, dobást végrehajtani rajta. Uh-huh. Tehát az, hogyha végre is hajtanak egy lyukó értékű, az a legkisebb értékű dobás, és versenyek elmennek úgy, hogy nincs akció Szabina ellen. Világos. Ez végülis ebből a bizonyos gyors helyzetfelismerésből adódik, hogy tudja, hogy... Mozgáskoordinációs készsége is jó egyébként, és a helyzetfelismerés az nagyon kell. Tehát itt tört részek alatt kell dönteni. Ezt akarom mondani, hogy rendkívül összetett műfaj ez. Tehát annyi féle fajta képesség kell hozzá egyszerre, hogy az állóképességről ne is szóljak, hogy amikor valóban végigmegy egy mérkőzés, és esetleg ugye döntetlen. És közben vágnék, az is erénye egyébként, nagyon jó állóképessége van. Tehát születettem állóképes, azt lehet mondani. Hát bele is gyakoroltattuk ezt. Világos, hogy tenni kell hozzá, de vannak típusok, akiknek ugye megvan ez a fajta hosszú távú terhelhetőségük, ami ezek szerint nála adott. Na hát akkor merre tovább, Szabina? Mert ugye itt nézegetem ezeket az eredményeket, azt is nézem, hogy ugye a nemzetközi szintéről választottál magadnak példaképet, ugye Teda Hironomura személyében. Azért van-e a magyarok közül is valaki, akinek a pályája azért szimpatikus számolja? Persze, hogy van, Ungvári Miki. Uh-huh. Tehát ő. Akkor gondolom nagyon szolidott ennek az olimpián, ugye? Igen, de az összes magyarnak egyébként. Mindenképpen. Az mennyire volt számodra pozitív, hogy azért ekkora figyelem összpontosult most a magyar judó sportra kint Londonban? Nagyon örültem neki. Legalább egy kicsit híresebb lett a sport. Világos, tehát nagyobb a figyelem most már a műfaj körül. Ez motivál téged is, hogy mondjuk így mi lehet a belátható felnőtt életkorban számodra esetleg a leghamarabbi olimpiai felkészülés? 2016 Rio. Szeretnék. 2016? Úgy érzed? Aha, tehát akkor az azért már nincs olyan nagyon messze. Van korábban is már, 2014-ben az ifjúsági olimpia. Aha. Tehát most a judót is kitolták a korcsoportokat, tehát 18 éves korban még lehet indulni most már az ifjúsági olimpián, ennek jövőre lesz a válogatója az ifjúsági világbajnokság. Uh-huh. És aki ott az első 1-2-3-ba végez, az valószínű, tehát még az nem 100%-os, hogy kijutott a ifjú olimpiára a 2014-esre. Uh-huh. De az elképzelhető. És Szabina, most ahogy így számolom az életkorát, pont alkalmas lenne erre még. Pontosan, ugye, legszebb korban lenne ott. Fantasztikus, 18 évesen lehetne ott az ifjúsági olimpián. Jó, hát akkor beszéljünk még az idei esztendő feladatairól is, mert ugye van még idénre is tennivalót, független attól, hogy azért már begyűjtöttél egy-két nagyon komoly skalpot az idei évben. Igen, még van egy U23-as Európa-bajnokság, elmegyek egyet, versenyzek, aztán majd lesz, ami lesz. Uh-huh. Hát ezt egy picit akkor szakmai oldalról is hangassuk meg. Ez kicsit komolyabb ez attól, tehát azért Szabina az U23-as korosztályba itthon mindenki tiponnal győzött le. Tehát úgy, hogy ő mondjuk ifjúsági, tehát 16 éves azért a felnőtt országos bajnokságon Backó Bernadettől kapott ki a döntőbe bírói döntéssel, ami lehetett volna éppen erre az oldalra azt is. Azt tudom ugye, hogy ez egy nagy erény és fegyvertény, mert volt korábban, hogy vele szemben te kapták ki iparra. Igen, és az ahhoz képest ez most egy, én azt mondom, egy döntetlen mérkőzés volt, tehát a bírók ahova akartak, oda döntöttek.
de én szerintem az U23-as EB az azért nem csak úgy, hogy elmegyek versenyzek egyet, hanem ott azért szakmai hátterének is kell lenni. Tehát ez egy bizonyos felmérés arra, hogy jövőre majd kell indulni nem csak az IFI, nem csak a junior korcsoportban, hanem a felnőtt korcsoportban is. És ott is teljesíteni kell. De az U23 az már majdnem felnőtt, aha, tehát hogyha ott most 1-2-3 skalpot sikerül megfogni, akkor ez biztató lehet a jövőre nézve. Hát csak így tovább, mert ahogy látom, itt az életkori összepasszolások a nagyvilágversenyekkel kiválóan alakulhatnak, úgyhogy célok vannak bőven, elszántság van, képességek együtt, nem is kívánhatok más, mint hogy ilyen sikeres továbbmenetelést a elcsapattagjaként. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük szépen.